Az emberek, az értelmes, okos, és híres, és neves, és intelligens emberek keverik a valóságot az igazsággal. Tehát ilyen súlyos fogalom zavarban szenvedünk. Az ember képes beszélni órákon keresztül a valóságról, és azt hiszi, hogy igaza van. Ez ugyanakkor a hiba, mint a tömegnek az erejét, az emberi összefogás erejét, összetéveszteni Istennek az erejével. Ugyanakkor a hiba ez is. Amikor a valóságot hiszem igazságnak. Röviden úgy fogalmaznám, hogy érezzük a különbséget a kettő között. Hogy a valóság az, ami megkötöz. A valóság az, ami bebörtönöz. A valóság az, ami miatt mindenki panaszkodik. Az a valóság. Tehát maga a rabság, a léleknek a rabsága, az a valóság. Az elbukott emberi valóság. És az igazság az, ami megszabadít. Ez a különbség a valóság és az igazság között. Parányi különbség, ugye? És akkor most gondoljunk arra, hogyha bekapcsoljuk a tévét, de most ugye nem kapcsolgatjuk a tévét, mert most már mindenki büszke arra, hogy ő nem tévézik. Az ember nem veszi észre, hogy az, amit a kezében tart, az sokkal veszélyesebb, mint a tévé. Mert régebb az ember ugye akkor tévézett, amikor volt idő, amikor a robotot ugye elvégezte, egy kevés idő maradt, és akkor bekapcsolta a tévét, mint ami naponta, fél órára, egy órára, vagy két órára. De most, ami a tévénél sokkal veszélyesebb, a telefon, egyfolytában a kezében van az embernek. De ő büszke arra, hogy nem tévézik. Tehát ilyen borzalmas, ilyen mélységes sötétségben van az ember. Kiírja a Facebookra, kommentbe, a kiáltószó, majd bárhol, hogy ja, én már 8 éve nem tévéztem. Hát hallod, de bárcsak tévéztél volna. Ha tévéztél volna, jobban jártál volna, mint a telefonnal. Na, csak hogy érezzük a súlyát a dolgoknak, hogy az ember milyen brutális önállításban van. Olyan emberek, akik úgy gondolják, hogy ők már ismerik az igazságot. Nekik már igazuk van, mert ők nem tudom, én néztek ilyen különböző ilyen nagyon értelmes videókat a YouTube-on. Nem emberek. A tévézés, az ugye mivel, hogy a tévé már nem annyira népszerű, az kevésbé veszélyes, mint a telefon. Na de zárójel bezárva, nem ez a lényeg, hanem az, hogyha a telefonnak a képernyőt megsimogatjuk, ugye az Aladdin csodalámpáját megsimogatjuk, vagy a fenevadnak a pofáját megsimogatjuk, ugye a telefont, akkor a simogatás ő cserében ad nekünk örömöt, ugye, az a telefon. És látunk embereket megnyilvánulni a telefon képernyőjén, vagy pedig hallunk embereket megnyilvánulni, különböző módon, ugye. Mint például, hogy most is, ahogy ezt hallod, ezt a felvételt, ezt a élő közvetítést, hallasz engemet megnyilvánulni. És valahányszor hallgatunk valakit, vagy nézünk valakit a képernyőkön, a kicsike képernyőn, vagy pedig a nagy képernyőn, teljesen mindegy, azok az emberek mind a valóságról beszélnek. Miközben azt hiszik, hogy az igazságról beszélnek. Miközben az a meggyőződésük, hogy nekik igazuk van, és ki kell állniuk az igazságuk mellett. A képernyőkön, a telefonokon, a telefonok hangszóróján keresztül, és a képernyőn keresztül nem lehet igazságot hallani, mert nincs ott az igazság. Nincs ott az igazság. A legtöbb ember, most például én most nem az igazságról beszélek, nehogy valaki azt higgye, hogy én az igazságról beszélek mostan. Nem, ez csak a valóság. Az elbukott valóságnak a szemléltetése, amely pórázon tartva téged és mindenkit, mindannyiunkat visz a temető felé és a gyehenna tüze felé. Én most a valóságról beszélek, és nem az igazságról. Mint ahogy az összes politikus, az összes vallási vezető a valóságról beszél. Tehát véleményezzük a valóságot. Tehát bármilyen videót, életmód, tanácsadót, akárkinek a videóját, üzenetét elindított, ott nem hallhatsz mást, mint a valóságról való vélekedést. Az emberi lelket öldöklő valóságról való vélekedést. És mosolygunk, hogy jaj, de jó, hát milyen szépen, milyen jól beszél. Aztán milyen jól beszél. Persze, hogy jól beszél. És te alszol tovább. És alszunk tovább.
Jött egy egyszerű példa. Képzeld el, hogy egy balesetet szenvedsz, és eltörik a lábad. Nyílt törés lesz a lábszáradon, vagy a combod, nyílt törés, csont kibújik, és ömlik a vér. És a valóság az, a valóság az, hogy azt látja egy ember, látja a férjed, vagy a feleséged, vagy valaki, és azt mondja, hogy hát úgy látom, hogy el van törve a lábad. Nagyon jó, ügyes. Milyen éles látásod van. Tényleg el van törve a lábam. Sőt, úgy látom, hogy még vérzik is. Jú, azt a hém, milyen micsoda éles látása. Ki gondolta volna, hogy ilyen élesen látod a nyilvánvalót? Persze, igen, el van törve a lábam, a csontom kibújt, ugye a lábszárcsontom kibújt, vagy a combcsontom ki van bújva, és ömlik a vér. És akkor te azt mondod, hogy ugye, hogy igazam van, hogy el van törve a lábad, és ömlik a vér. És akkor azt mondom, hogy nem, nincs igazad. Nincs igazad. Az, amit te látsz a szemeiddel, az nem az igazság, hanem a valóság. És aki ezt nem érti meg, azt az embert nehéz megmenteni. Lehetetlen. Tehát addig, amíg az ember nem érti meg a valóság és az igazság közötti különbséget, addig őt nem lehet megmenteni. Amíg nem tudjuk, hogy mi a különbség a valóság és az igazság között, addig még mindig a menthetetlenség állapotában vagyunk, hogy onnét lesz-e kiút, tehát hogy a menthetetlenségből lesz-e menthetőség, hát Isten tudja. Hogyha az ember jó szerencsés lészen, ugye, és az Úristen megkegyelmez neki, és adja neki az impulzusokat kívülről, hogy ébredj fel, mert alszol, és a feleketlen szakadék felé menetelsz. Hogyha ez valamiképp megtörténik, mindjárt arról is fogunk beszélni, hogy ez miért nem tud mostanában megtörténni. Az is csupán valóság. Elmondom, hogy miért nem tud megtörténni az, hogy egy olyan áthatoló impulzust kapjon az ember kívülről, hogy felébressze őt. Miért nem tud ez megtörténni? Egyelőre ott tartunk, hogy valahányszor egy emberrel beszélünk, akárkivel, akármilyen értelmes és okos emberrel, akkor attól az embertől jóformán semmi mást nem hallhatunk, mint a valóságot. Az, hogy egyik azt mondja, hogy hát szerintem nem nyílt törés, ez csupán repedés. A másik azt mondja, hát szerintem ez egy nyílt törés. Tehát amikor az ember szerintem, és én szerintem, és önmagam, na ez mind az elbukott valóság, ami a lélektelenségben tart, az Istentől elzárt állapotban tartja az embert. A valóság az, ami megkötöz, a valóság az, amit a szemeink látnak. Jézus úgy fogalmazza, hogy a külső sötétség. A szemeinkkel, amit látunk, azt mi igazságnak hisszük, holott az a valóság, sőt, külső sötétség, mert minden elmúlik, amit a szemeinkkel látunk, testi szemeinkkel látunk. Hogyha a lelki szemeink kezdenek látni, mert Isten megadja a látást ajándékba, na akkor látjuk az igazságot és az életet. Addig a hiába valóságot, nem is a valóságot, hanem a hiába valóságot látjuk. A mulandó valóságot, ami megkötöz bennünket. És akkor most gondoljunk arra az egyszerű tényre, hogy mi magunk is, én, aki beszél, eddigi életéből milyen sok időt elfecsérelt a valóságnak a konstatálására és véleményezésére. Mert nem tettem meg életembe semmi mást, mint a valóságot próbáltam ottan úgy alakítgatni kívül, letöröltem a port, porszívóztam meg, ablakot pucoltam, meg ilyeneket csináltam, tehát kívül próbáltam a valóságot úgymond alakítgatni, legózgatni. Egész életemben ezt tettem. Ráadásul úgy, hogy én azt hittem, hogy nekem igazam van. Azt hittem, hogy igazam van. Azt hittem, hogy amikor én a valóságot véleményezem, például az, hogy Romániában ki volna alkalmasabb az ország vezetésére, azt hittem, hogy nekem igazam van. Mint ahogy mindenki azt hiszi, hogy igaza van. Nincs olyan ember, aki nem hiszi azt, hogy neki igaza lenne. Közben csak a valóságot látja, az elbukott emberi valóságot, és azt véleményezi. És akkor most áttérnék arra, hogy mi az oka annak, hogy az emberek a valóságot hiszik igazságnak, és az igazságnak az üzenete lassan már nem képes áttörni azt a betonfalat, amit mi felépítettünk az igazság és magunk között.
Van nekem egy szimpatikus ember, aki így beszélget emberekkel, valahol Kaliforniában, azt hiszem, ha jól tudom. Az úton így feltesznek egy kérdéseket az életről, a túlvilágról, hogy hisznek-e abban, hogy van élet a halál után, meg ilyenek, és rávezeti őket a valóság látására. Az igazság az, hogy az a szörnyű, hogy a legtöbben még a valóságot sem olyannak látjuk, amilyen az. Még az is torzított. Tehát nem vagyunk tisztában a valósággal sem, hogy az, amit mi igaznak hiszünk, igaz valóságnak hiszünk, az hova visz bennünket. És ő próbálja rávezetni az embereket arra, hogy miben élnek, miben vannak. Úgyhogy olyan egyszerű kérdésekkel, hogy szerinted ugye van-e valami a halál után? És akkor a legtöbb ember, mivel azért az élethez ragaszkodunk, mindenki, én is ugye, ez belénk van oltva, azzal születtünk, hogy ragaszkodjunk az élethez, mindenki meri remélni azt, hogy hát csak van valami a halál után. Van, aki azt mondja, hogy milyen csillagpor leszünk, ugye beszélgettem ilyen emberekkel is. Van, aki azt hiszi, hogy reinkarnálódunk, valamilyen más formában visszajövünk. Van, aki hisz abban, hogy létezik az örök lét, úgy, ahogy Jézus mondta. És akkor felteszi a következő kérdést. Azt a kérdést, hogy szerinted jó ember vagy-e? Na hát ez a kérdés az, amiben mindenki egyetért. Mert mindenki szerint jó ember az, akitől ezt a kérdést, akitől ezt kérdezik. Tehát még egyszer sem hallottam azt, hogy ez a, úgy hívják, Ray Comfort, ezt a srácot, új-zélandi származású emberke. És a csatornát úgy hívják, hogy Living Water, azt hiszem, valami ilyesmi. Arra a kérdésre, hogy jó ember vagy-e, szerinted jó ember vagy-e, mindenki azt válaszolja, hogy igen. Kivétel nélkül. Olyan szerényen, tehát szinte egy ilyen szent arcot vág mindenki, hirtelen a glória megjelenik a feje fölött, és akkor mindenki rávágja, hogy igen, jó ember vagyok. És azt mondja, hogy megsértődnél le, hogyha ezt mi letesztelnénk, ezt a jóságot. Tehát készen vagy arra, hogy kiállj néhány tesztet, hogy megnézzük, hogy valóban jó ember vagy. És akkor persze, hogy provokálja, ugye az egón keresztül csapdába csalja az embereket, mert mindenki azt mondja, hogy persze, minden további nélkül. Tudsz őszinte lenni? Kérdezés. Azt mondja, akkor igen, persze. És akkor azt mondja, hogy akkor nézzük meg, hogy a 10 parancsolat szerint, hogyha az a, mit tudom én, az életnek az erkölcsi alaptörvénye, ugye a 10 parancsolat, máshogy az alapján jó ember vagy, akkor kérdezi, hogy mostanig hazudtál-e, vagy hány hazugságot mondtál. És akkor mindenki azt mondja, ugye, mert a csapdába beleesett, ugye, mert a ravassága a csapdába csalta. Azt mondja, hogy hát nagyon sokat, hogy mind sem, hogy megszámlálhatná. Tehát nagyon sok hazugságot mondtam. És minek nevezed azt, aki hazudik? És azt mondja, hogy hát hazugnak. Hát akkor mi vagy te? Azt mondja, hát hazug. Tehát ki mondatja velük, hogy ők hazugok. Következő kérdés, loptál-e már valamit, függetlenül az értéktől, az ellopott tárnak az értékét, és akkor mindenki persze azt mondja, hogy igen, hát loptam, legtöbben, hát nagyon kevés kivétellel. Hogy hívod azt, aki lop? Azt mondja, hogy tolvaj. És akkor te, mi vagy te? És azt mondja, hát tolvaj, azt mondja, nem, hazug tolvaj vagy. Nagyon tehát szimpatikus a srác, mert srác, idősebb ember ez már végül is. Mert olyan kedvesen tehát vezeti rá az embereket arra, hogy miben vannak, hogy milyen lelkület van bennük, ugye? Azt mondja, akkor menjünk tovább, azt mondja, hogy következő parancsolat, hogy Isten nevét hiába nevedd. Volt-e már olyan, hogy Isten nevét hiába etted? Volt olyan. Tehát akkor ugye Istenkáromló is vagy. Még akkor is, hogyha azt mondom, hogy ó Istenem, vagy mit tudom én mi, mert fölöslegesen használom Istennek a nevét. Hiába veszem azt a nevet, ami a legszentebb, és ami által megmenekülhetnék. Egy ilyen közhelyé teszem azt a nevet. Apropó név, rövid zárójel. Tudtátok-e azt, hogy vannak olyan híres sportolók,
celeb sportolók, akiknek van hitük, tehát tehetséges futballisták, azt hiszem például Neymar, meg egy páran, akiknek van hitük és ismerik Istennek a kegyelmét, sőt, még Jézust is ismerik és fel is vállalják. És olyan volt, hogy megfizették a híres focistát, hogy az ő sapkájáról, vagy a mit tudom, a polójáról vegye le a Jézus nevét, Isten nevét. Vagy olyan volt, hogy a riporter belevitte, mit tudom én, a beszélgetésbe Istent, az ő nevét, vagy Jézusnak a nevét, és kivágták azt. Tehát több sportolót megfizettek, hogy Jézus nevét ne használja. Sem a beszámolóban nem mondjon olyan, hogy mit tudom, hogy hála Istennek, és neki adom a dicsőséget, hogy sikerült, nem mondjon ilyent. Tehát Amerikában nagyon sok helyen úgymond be van tiltva ez a név. Viszont, hogyha bekapcsolsz egy akármilyen filmet, tehát legyen a két szélsőség között, ugye, hát nem is két szélsőség, mert ez a két szélsőség ugyanazonos helyen van végül is. De arra gondoltam, hogy a horrortól a pornóig, mindenhol, az összes film tele van ezekkel a nevekkel, hogy Isten és Jézus. Aki tud angolul és úgy nézi a filmeket, de szerintem magyar szinkronnal is ugye ugyanaz a helyzet, hogy egy akármilyen közönséges filmben, ami a gyilkolásról szól, vagy a testnek az élvezeteiről szól, majdnem számtalanszor benne van ez a két név. Egyik sem mondja azt, hogy oh my Buddha, ugye, Budapest. Senki nem mondja azt, hogy oh my Krishna, nincs ilyen. Ilyen nincs. Hanem azt mondják szó szerint, hogy Jesus, te olyan helyeken használják ezeket a neveket, ahol tényleg nem sok köze van. Most képzeld el, hogy éppen, mit tudom én, a férfi megcsalja a feleségét, ugye, erről szó a történet, paráznaság is, erőst élvezik a bűnt, ugye, és közben azt mondogatják, hogy Istenem és Jézus. Emberek, ez van. Tehát például az amerikai filmekben nincs kibippelve a név, az Isten és Jézus neve. Sem a pornóban, sem a horrorban. Sem a, mit tudom én, az ilyen bűnügyi filmekben, sem a ponyvaregényekben nincs kibippelve a neve. Viszont, hogyha ezt a nevet valaki olyan helyen használja, például amikor hálát akar kifejezni, hogy én az igazság az, hogy az én sikeremet én nem magamnak köszönöm, nem is az edzőmnek, nem is az országomnak, hanem a mindenható Isten kegyelmének, Jézusnak, az én megváltómnak, na akkor már ki van bippelve a név. Zárójel bezárva. Isten nevét hiába nevet, ugye? És akkor ugye ott tartunk, hogy ebben a kis beszélgetésben, utcai beszélgetésben megtudja az illető személy, hogy hát ő valójában ő hazug, tolvaj, Isten káromló. És akkor megkéri tovább, hogy és olyan volt-e, hogy valakire testi vágyjal néztél? Nem, igen, testi vágyjal néztél. És persze mindenki mosolyog, ugye, mint egy kisfiú, aki rossz látott a tűzre az oldalában, és mondja, hogy igen. Tehát meg sem kérdezi azt, hogy paráznák ott, hanem azt, hogy volt-e olyan, hogy valakire ilyen testi vágyjal néztél? És akkor most megint zárójel, kinyitva. A magyar nyelv szépen megmagyarázza, hogy mi az, hogy testi vágy. A testi vágy az, ugye, amikor én arra vágyom, hogy valakit magamévá tegyek. Hoppá. Rosszul kezdődik, mi? Tehát valakit úgymond birtokoljak, a magamévá tegyek. A magyar nyelv lebuktatja a paráznaságot, hogy miért bűn, és miért vezet a paráznaság súlyos tragédiákhoz. És megmagyarázza azt is, hogy mivel hogy az ember ragaszkodik a testiséghez, miért van az egész törvénybe foglalva. Hogyha már van testiség, akkor csinál törvényszerűen, és akkor talán megmenekülsz. Hogy akkor ne akarjál te mindenkit birtokolni, nem? Birtokolj egyet, vállalj felelősséget, és nézd meg, hogy mit jelent valakit magadévá tenni. Valakiért felelősséget vállalni, mint hogy Isten felelősséget vállal az ő gyermekeiért. Tehát ugye azt mondja Jézus, hogyha valaki olyan kívánsággal tekint, egy ellenkező nemű, ugye a magyar nyelv megint beszél, azt mondja, hogy ellenkező nemű. Hát de mivel ellenkezik? És mi az a nem? Hát az igazságra nem.
Mivel ellenkezik? Hát az igazsággal ellenkezik. Ilyen a magyar nyelv, csak mi nem halljuk. Addig, amíg Isten a szívünket meg nem érinti, és nem ad új értelmet nekünk, addig nem halljuk, hogy Isten milyen sokféleképpen próbál szólni hozzánk, hogy a lelkünk megmeneküljön. Hát akkor ott tartunk, ugye, hát mostanig hány kérdés volt? 3-4. Hogy hazug vagyok, tolva is vagyok, parázna is vagyok, Isten káromló is vagyok. Ez csak 4 a 10 parancsolat közül. A többit nem is érdemes sorolni, ugye? És akkor azt mondja az illető személy, vagy az a Ray Comfort, hogy tudod-e, hogy mi az, hogy halál? És akkor azt mondják, hogy hát nem. És akkor mondja, hogy hát a Biblia szerint a halál az a fizetség. A fizetség. Tehát, hogyha ha a bűnt követek el, annak a fizetsége a halál. Mert a bűnnek a jelentése, ugye megint magyarul, ez fontos elmondani, mi az, hogy bűn, mert másképp nem értjük. A bűn az életellenesség. Úgy is mondhatjuk, hogy fizetség, de úgy is mondhatjuk, hogy a bűnnek a következménye, ugye, a halál. A bűn fizetsége a halál. Azt mondja az angol, hogy wages of sin is death, ugye. A bűn zsoldja, a bűnnek a fizetsége a halál. És akkor felteszi ezt a kérdést, hogyha téged a mindenható azt mondja, még mindig azt gondolod magadról, hogy jó vagy, és azt mondja, hogy nem. Tehát a legtöbben kimondják azt, hogy nem. Nem, mert hazudtam, loptam, ugye, csaltam, Isten nevét hiába vettem, paráználkodtam. A többiről még nem beszéltünk, nem is beszéltünk. És akkor itt már néhány ember belátja, hogy hát az igazság az, hogy nem vagyok jó. És azt mondja, hogy ha Isten téged az ő erkölcsi mércie szerint ítél meg, miután meghalsz, akkor te hova fogsz kerülni, a pokolba, vagy a mennyek országába? És akkor kimondatja az ember, hogy a pokolba, igen, a pokolba, hogyha úgy van, ahogy le van írva a Bibliában, hogy Isten a 10 parancsolat szerint ítéli meg az embereket, akkor nincs esély arra, hogy valaki meglássa, hogy mennyek országát. Megkerülni a pokolba, mert mindenki, ugye ezt is mondja a Biblia, hogy senki sem jó, csak egy, az Isten. Tehát törvény szerint mindenki a pokolba kerül, aki valaha is vétkezett. Mert ha én egyszer mondtam ellene az életnek, egyszer mondtam nemet az életre, egyszer ellenkeztem az élettel bármilyen bűnnel, az már ugye ellenkezés az élettel. A földi törvényszéken, a földi bíróságon nem azt kérdik, hogy ha valakit megöltél, vagy valakit megloptál, nem azt kérdik, hogy de volt-e olyan, hogy segítettél az öregnének átmenni az úton? Vagy a vaknak átmenni az úton, az úteste? Nem kérdik ezt meg, hanem azt mondja, hogy te figyelj meg, itt van egy bűn, ebben a vádpontban te bűnösnek találtattál, és ezért, mit tudom én, ülnöd kell 5 évet, vagy 2 évet, vagy bármennyit. Tehát a jó cselekedet nem semlegesíti, nem ellensúlyozza a bűnt. Az én bűnöm, tehát attól, hogy tegyük fel, én adakozó vagyok, adok embereknek, segítek pénzzel, vagy bármilyen módon, az még nem jelenti azt, hogy én igaz is vagyok. Tehát attól még lehet, hogy én továbbra is ugyanúgy hazudok, mint ahogy korábban hazudtam. Tehát az, hogy én jót cselekedtem valakivel, az öreg nénivel, vagy pedig a vakkal, az még nem tette jóvá az én bűneimet, amit én okoztam. Azt az adósságot, amit én halmoztam az életben, az élettel szemben, nem ellensúlyozta, nem tette jóvá. És persze így elmondja az evangéliumot is, miután az emberek érzik és megvallják ugye a beszélgetésben, felvételben, hogy igen, hát igen, loptam is, hazudtam is, csaltam is, Isten nevét is hiába vettem, paráználkodtam is. Elmondja azt, hogy tudod-e, hogy Isten mit tett az olyan bűnösökért, mint én és te? És akkor legtöbben tudják, hogy itt van sejtésük erről. Van, aki nem tudja, nem tudta, nem hallott egyáltalán róla az evangéliumról. Azt mondta, hogy Isten kifizette, elküldte az ő fiát, aki szent volt, tökéletes volt, akinek hatalmas gazdagsága volt Istentől. És általa ő kifizette az adósságot, amit mi felhalmoztunk a vétkeinkkel. Elmondja ezt is, mert mi nem tudnánk kifizetni az adósságot. De ez egy csapda, az ezotéria, a New Age, és a vallások is. Mert azt gondoljuk, hogy jaj, hát én mostantól nem fogok lopni. Hát jó van, mostantól nem lopsz,
de amit eddig loptál, azzal mi a helyzet? Az el van-e töröltetve? Ellensúlyozta ezt valaki, amit te mostanig loptál, amit elvettél és nem adtál vissza? Nem tudom, mennyire követhető ez, hogy miért nem lehet jó cselekedetekkel, úgymond, megszabadulni az adósságtól, a bűntől. Aminek a következménye a halál, mellesleg. Azért, mert hogyha én mostantól többet nem hazudok, vagy nem lopok, vagy nem paráználkodok, vagy Isten nevét nem veszem hiába, akkor is nekem ott van a múltbéli adósságom, amit a múltban felhalmoztam. És azt én nem tudom eltörölni, nem tudom én azt kifizetni. Felhalmozni, fel tudtam halmozni, de kifizetni már nem tudom. Többször beszéltem arról, hogy az adósság az olyan, ugye, a pénzbeli adósság, hogy nagyon sok ember amiatt lett öngyilkos. Az adósság az egy valós dolog. A testi adósság és a fizikai adósság is terhet helyez a lélekre. Ezért lesznek sokan öngyilkosok, mert nem tudják, hogy van egy olyan lehetőség, ami Istentől van felkínálva, hogy ő kifizeti az adósságot helyettünk, amit mi felhalmoztunk. De csak azoknak, akik ezt elfogadják. Mert én hiába megyek be a börtönbe, vagy a törvényszékre, és azt mondom, hogy hát Jóskát, tudom én, 10 év börtönre ítélték, és én kifizetném az óvadékot, hogy fizetek én helyett, hogy ne kelljen ő a börtönben üljön, vezekeljen, vagy bűnhődjön. De hogyha Jóska azt mondja, hogy én ezt nem fogadom el, akkor én hiába van nekem pénzem, bőségesen, tudnék fizetni érte. Jóska azt mondja, hogy nem fogadom el, mert nem tetszik neki az arcom, vagy az akcentusom, vagy valami, stílusom, vagy valami. Nem fogadja el a Jóska a fizetséget, vagy sőzít az óvadékot. És akkor lekerülje azt a 10 évet a börtönben. És végig kell szenvedje azt, amit ő is ugye adotta az embertársainak valamilyen szinten. Van, aki abba hal bele, hogy visszajön rá mindaz, ugye ez a karma törvénye az ezotériában, New Age-ben, hogy visszajön mindenkire az, amit ő elkövetett, és ez igaz, emberek. Csak a rossz hír az, hogy azt nem mindenki bírja meg. Főképp, hogyha egyszerre jön vissza az, amit én felhalmoztam adósságot, akkor azt én nem fogom megbírni, abban én bele fogok halni. Hiába mondom azt, hogy hát én voltam egy tanfolyamon, ahol elmondták, hogy majd visszajövök a következő reinkarnációmba, fizetek, hát de hogyan fizessek? Akkor is adósságom van. Az adósságból nem tudok fizetni. Érthető? Akinek adóssága van, az nem tud fizetni, emberek. Ennyire egyszerű. Tehát látjátok, hogy az, amit Jézus mondott, és amit Isten nekünk felkínál, az egyszerű, józan, logika szerint is tökéletesen megállja a helyét. Követhető. És a durva az, hogy értelmes és intelligens emberek ezt nem értik. De a gyermekek értik. De az, aki már sokat tanult, egyetemet végzett és nagyon fontos pozícióban van, ő ezt nem foghatja fel. De a gyermek érti. Azt inkább képes elhinni, hogy Istennek az anyja, az övé a Magyarország, ezt elhiszi. De az, hogy egy adós ember nem tudja kifizetni a saját adósságát, azt nem hiszi el. Pedig egyszerű logika, hogyha nekem van 5 millió forint adósságom, én azt nem tudom kifizetni. Tehát adósággal nem lehet adósságot törleszteni. Ahhoz, hogy én azt törlesszem, nekem kell valahonnét valami. És ez maga Krisztus. Tetszik vagy sem? Az ő úgymond az általa elvégzett áldozat. Mert ugye az, hogy én bűnt követtem el, az áldozatot követelt. Olyan értelemben, hogy ha én valakinek hazudtam, az ugye valakit megrövidített. Valaki azáltal, hogy én hazudtam, úgymond áldozati bárány lett. Valaki az én hazugságomnak lett az áldozata éppenséggel, és elvágta az ujját. Vagy történt vele valami olyan, ami nem jó. Ez az áldozat. És akkor azt mondja Isten, hogy akkor csináljuk azt, hogy Jézus az, aki szenvedett az én hazugságom miatt, az én bűnöm miatt, az én lopásaim miatt. Ő azt elhordozta. És eltőlöm az adósságot. És a feltétel csupán annyi, hogy ránéz, mostantól nézzél csak rá, és többé nem fogsz adósságot halmozni. És amikor eljön az utolsó óra, akkor te már nem adóssággal fogod itt hagyni a földet,
hanem úgy, hogy neked te teljesen szabad vagy, szabad lélek vagy. Nem, tehát nincs adósságod. Tehát nem a börtönbe mész a földi életből, hanem a teljes szabadságba. Ez az evangélium. Ő ezt persze olyan jól elmondja, az a Ray Comfort. Tehát én ezt most ugye, én most éppen nem vagyok annyira lélekben, az, az igazság. Szerintem érződik is a hangomon, a beszédemen. De nagyon-nagyon szépen elmondja ezt így. Megmutatja, hogy mi a lényeg ennek. És olyan is van, hogy híres neves emberekkel beszélget, ateistákkal, tudósokkal, és nem tudják cáfolni azt, amit mondott, és mégis ragaszkodnak az ő hazugságaikhoz, az ő bűneikhez, pontosan, mint a János leírta, hogy az ember ragaszkodik a sötétséghez. Eljött a világosság a világba, Isten felkínálja azt, hogy az adósságot törleszti, elnézi azt nekünk, hogyha ráfigyelünk, hogy a lelkünket ne terhelje az adósság, a bűn, de nekünk az nem kell. És akkor ez a kérdés ugye, hogy miért nem kell? Miért nem kell? Hogy miért nem tudja az ember az igazságot befogadni? És noha, én szeretem ezt az embert, ezt a Ray Comfortot, ahogy beszél, és tényleg úgy látom, hogy tényleg egy igazi olyan személy, aki lélekből csinálja azt, amit csinál. De mint ahogy az én beszédemben is mások, az én utitársaim és mások is ugye látnak kivetni valót, vagy pedig olyant, ami nem tökéletes, úgy én is látom azt néha, hogy annak is köszönhető, hogy az emberek nem tudják elfogadni ezt a hatalmas lehetőséget, amit Isten felkínál számukra. Annak is köszönhető, hogy ők tudják a szívük mélyén, hogy az, amit ők mostanig csináltak, az öröm számukra. Mert ez az igazság. Amikor az ember a bűnt elköveti, ha valakit megviccel, de úgy megviccel, hogy a másnak a lába eltűri képensége, de az olyan poén, az olyan jó, nem? Talán vagány. Vagy ha valaki fölött hatalmaskodok, az is nekem az jó, az vagány. Ha valakit magamévá teszek, az is vagány. Hát akkor én magamat királynak érzem, magamat Istennek érzem. Hogy én parancsolok az asszonynak, ő az én birtokolt tárgyam, ugye? És az jó nekem. Tehát jó a bűn, emberek. Az igazság a testnek a bűn. Hát a test az ő ugye mindig is erre vágyott, hogy ő Isten lehessen. Erről szól a földi test élet. De a test Isten akar lenni. Ezért megy és kigyúrja magát, hogy legyen erős, akkor elmegy egyetemre, hogy legyen okos, erő és értelem. Erre a kettőre mondja Jézus, hogy ezek nincs, hogy meghallják az igazságot, mert a saját erejükben, a saját értelmükben bíznak. És az jött nekem, hogy sokszor az öröm hírből, vagyis sokszor, amikor így beszélünk az Isten országról, az ő dolgairól, embertársainkkal, abból hiányzik nagyon fontos tényező. Egy nagyon fontos tényező, ami úgy valahogy elmarad, kimarad a beszélgetésből. És ezért az igazság, amit mondhatunk, az nem átütő. Mert ez igazság, amit én most mondtam. Idéztem Ray Comfort, ugye, hogy ő ezt csinálja. Ez mindig az. A bűn az valóban elválaszt Istentől. A hazugság elválaszt. Mondhatná valaki azt, hogy jaj, de hát én mostanában nem hazudtam. Jó van, de a régi hazugságokkal mi a helyzet? Azt kibocsájtotta meg, azt kitörölte el. Ilyen történt-e? Hát nem. Hát akkor te még mindig hazug vagy. Hiába, hogy nem hazudtál mostanában, még mindig hazug vagy. Mert annak a következménye, annak a jogos következménye nincs eltörölve. A hazugságodnak a jogos következménye. Tehát amikor így beszél, és amit mond, az mind igaz. De azt láttam, és az úgy nekem úgy mindig úgy hiányos volt az egészben, hogy nem szólt a lélekhez oly módon, hogy elmondja, hogy te, az igazság az, hogy én tudom, hogy te azért nem érdekelt téged az Istennek az ajánlata, mert félted a régi örömököt, hogy el fogod veszíteni a paráznaság általi örömöt például, vagy a hazugság általi örömöt, vagy pedig a pénznek az imádata általi örömöt. Te ettől félsz, és ezért nem akarod azt elengedni. És itt jönne be az a példa, nekem egyik kedvenc példám Jézustól, amit ő mondott, hogy a mennyek országa olyan, mint a szántóföldben elrejtett kincs. Kincs. Amelyet, hogyha az ember megtalál, afelett való örömében, jókedvében, elmegy és eladja minden kincsét, hogy megvegye azt a szántóföldet. És ez az, ami nagyon sokszor elmarad
az igazság kijelentéséből, úgymond az örömhír hirdetéséből, hogy igen, valóban elveszi Isten szépen léptékesen, mert van, akitől elég drasztikusan veszi el, ilyen is van mondjuk, hirtelen veszi el valamilyen szenvedét, káros szenvedét, akármilyen káros szenvedét, vagy bűnös szenvedét, ilyen is szokott történni, de általában azt látom, hogy Isten léptékesen veszi el az embertől a bűn általi örömöket, és adja helyette az igazi örömöt, a lelki örömöt, amelyet az ember már megtarthat örökre. Mert tudjuk, hogy a szexuális öröm az olyan, hogy az addig működik, amíg működik. Amikor már a test már nem akar rendesen működni, meg ott a hormonok, meg minden, akkor már nem fog működni. És a legtöbb örömmel, legtöbb, mondjam azt, bűnös testi örömmel ez a helyzet, hogy el fogjuk azt veszíteni, de a lélek az tovább él. A lélek az nem fog megszűnni. Amikor az ember behunja a szemét, és többet nem nyitja ki, akkor a lélek az nem fog meghalni. Ugyanúgy fog élni, mint most, ahogy él. De nem lesz semmilyen öröme. Sem az evés, sem az ivás. Semmilyen testi öröm nem lesz. De maga a lét és a létnek a tudata, tehát az, hogy én tudok a létemről, az továbbra is megmarad. Mint ahogy én most tudok arról, hogy létezem, az továbbra is megmarad. Ez, ami felfoghatatlan az emberek számára. Nem tudjuk elhinni, és nem tudjuk elképzelni azt, hogy lehetséges az, hogy a testünk már halott és rothad, de maga a lét tudat az megmarad. Mint ahogy álomban is nincs testünk, a testünk nem csinál semmit. Maximum átfordul a másik oldalra, ennyi. De attól még a lét tudat az ugyanúgy működik, test nélkül is. És ez az, amit az emberek nem tudnak, és ennek a tudása nélkül halnak meg sokan. Mennek ki a földi életből, és vesznek kárba. Mert az ő lét tudatuk a testről szólt, de a test már rothadásnak indult. És akkor a lélek azt kell lássa, a lét tudat, ugye, az egyéni lét tudat azt kell lássa, hogy a pokolban van. A férgei nem halnak meg, és a tüze el nem alszik. Ezt mondja Jézus. Tehát az örömhír attól hiányos sokszor, drága emberek, hogy nincs elmondva az, hogy Isten a bűnököt, a bűnös testi természetet, azt nem azért veszi el, hogy minket meggyötörjön és bántalmazzon, hanem azért, hogy lecserélje azt a testi örömöt az igazi örömre, az igazi kincsel felülírja azt az örömöt, ami úgy volt öröm, hogy másnak bánat volt. A testi örömöm, az én testi örömöm az olyan testi öröm, hogy az valakinek bánatot okoz. Például, hogyha az én testi örömöm a panírozott csirkeszárny, akkor a csirke meg kell halljon, hogy én boldog legyek. Érthető? Vagy az, hogy én legyek a legjobb focista, ahhoz néhány ember azt kérdezze, hogy ő értéktelen, mert nem jó focista. Szeretne ő focizni, csak nem igazán működik. Az, hogy én bajnok legyek fociban, vagy jégkorongban, ahhoz valaki kell veszítsen, és kell szomorkodjon. Tehát nekem a testben, amíg a testemmel azonosulok, és nem azzal, amit Isten elképzelt az emberről, addig nekem olyan örömeim vannak, amelyek másnak bánatot okoznak. És erre úgy érzem, hogy nyugodtan ki lehet mondani, igen, ezek bűnös örömök. Bűnös örömök ezek. Ha nekem az örömöm az, hogy valakit magamévá teszek, az oké, az öröm számomra egy darabig, persze, csak akit én magamévá tettem, annak nem van túl nagy öröm, mert ő azon kapja magát, hogy ő már neki nincsen szabadsága. Ő már nem szabad lélekként éli az életét, hanem rabként. Mert a törvény szerint a nő úgymond rabja a férfinak. A törvény szerint. Tehát szolgálja a férfinak. Ezért mondták úgy, nem is olyan rég, és most is így mondják bizonyos helyen, ahol a törvényt tartják, a nők, hogy az én uram, nem az én párom. Itt nem csupán ilyen pázásról szólt az egész mostanig emberek, hanem a törvényről. És az igazság az, hogy ez nem a legjobb a törvény. Tudjuk jó, hogy nem a legjobb. Mert az itt nagyon sok nő nem szereti azt, hogy a férfi uralkodik rajta. Mint hogy a férfiak sem szeretik azt, hogy a főnökük, ugye a munkaadó, vagy pedig a kormányzó uralkodik rajtuk. Senki nem szereti ezt, a törvényt.
De mivel az igazságot sem szeretjük, a törvénytől nem tudom megszabadulni. Ez a lényeg. Ezt kéne valahogy felfogjuk. Mivel az igazságot nem ismerjük, és nem keressük, és nem szeretjük, ezért a törvénytől nem tud megszabadulni. És akkor mondhatja ugye el a nő, hogy jó van, nem baj, de most már a törvénynek kell megengedni, hogy elváljak. Jó van, semmi gond, válj el. De vajon melyik rosszabb? Egy törvényes házasság, ahol nem csinálod azt, amit akarsz, vagy pedig az, hogy éveken belül a sok bűnnek köszönhetően oda kerülsz, hogy levágják a melledet, és kiveszik a petefészket, és mindent teljesen kibeleznek. Melyik rosszabb? És ez történik egyébként. Nagyon sok helyen. Épp a minap hallottam egy ilyent, hogy szegény nő, ugye, fehér nép, egész fehér, szenved a munkahelye miatt. Ez a mókuskerék, meg minden. És akkor így megszületett az a vallás, itt nálunk Székelyföldön, hogy jöjjünk ki a mókuskerékből. De hova, emberek? Hova? Szakadékba? Melyik rosszabb, a mókuskerék, vagy pedig maga a szakadék? Fenegetlen szakadék? A tűz? Melyik rosszabb? Én megértem, hogy az ember kívánkozik ki a mókuskerékből, mert én is kívánkoztam ki a mókuskerékből. Ez az igazság. Mert a lelkem érezte, hogy nem szabad. Csak a probléma az, hogy ha én kívülök a mókuskerékből, de nem egy jobb helyre mentem, akkor én egy rosszabb helyre fogok menni. És igazság nélkül az ember nem mehet jobb helyre, mint a mókuskerék. Volt olyan, hogy régen például egy időben azt tették a férfiak és nők, hogy beteg nyugdíjazták magukat. Beteg nyugdíjazták magukat, de hamis módon, hazug módon. Mert elegük volt szegénykémnek a mókuskerékből, a robotból. El vannak temetve, sokan fiatalon, eltek temetve. Mert hazug módon jöttek ki a mókuskerékből. És az örömhír az, vág emberek, hogy Isten sem akarja, hogy mi a mókuskerékben legyünk, de az sem akarja, hogy kijöjjünk a mókuskerékből úgy, hogy gyilkolunk, lopunk, csalunk és paráználkodunk. Ő tudja, hogy a mókuskerék az rossz a léleknek. Isten ezzel tisztában van. Hogyha nem van a tisztában ezzel, akkor nem kínálta volna fel számunkra az igazságot, az ő szavát, Jézus által. De fontos megérteni, hogy a szabadság igazság nélkül nem szabadság, hanem szabadosság. És az a halálba és a kározatba visz. Ez az igazság. Lehet ezt a felvételt el fogom készíteni majd később, még egyszer, amikor lélekben leszek, mert az igazság az, hogy éreztem, hogy ez nem igazán lélekből volt, jóformán még beszélni sem tudtam. Sajnálom, hogy így tudtam ezt elmondani, de hiszem azt, hogy aki megérthette, aki tényleg vágyik az igazságnak az ismeretére, ebből is nagyjából megérthette, hogy miről van szó. Azt is, hogy nagyon sok ember Magyarországon miért nem tudja befogadni az igazságot. Azért, mert nagyon sok ember az igazságot még mindig a tiltásokkal asszociálja. Tehát azért menekül az ember Isten elől, mert tudja, hogyha netán ő találkozik Isten, akkor kész, nem lesz több öröme. Mert jön az a dühöngő, őrjöngő Isten, aki mindenre azt fogja mondani, hogy nem, nem, és nem, és nem. Épp ellenkezőleg emberek. Az Isten nem azt mondja, hogy nem, hanem azt mondja, hogy igen, igen, legyen, legyen, de igen legyen, igén legyen, igén. Nem a nemen legyen, hanem az igen, igén legyen, igén. És ami az igén van, vagy az igen, igében van, na az élet, a szép és jó. Teljesen biztos, hogy a legtöbb ember, ha tudná, hogy mekkora örömet kínál fel a mindenható Isten, és mekkora szabadságot neki, örömmel lecserélni a régi örömököt, jókedvel cserélni le a régi örömököt, a bűn örömeit, az új örömre. De mivel, hogy nem tudja, és nem is mondja neki senki, hogy az az öröm, amit Isten kínál számunkra, az sokkal több, nagyobb, mint amit mi valaha tapasztalhattunk azáltal, hogy kipróbáltuk azt, amit az amerikai filmek mondtak nekünk. De mivel, hogy igazából ezt nagyon kevesen élték meg és élik meg, ezért nem is képesek átadni, megmutatni az embertársaiknak. Tudnak mondani valamit, úgymond ismételgetni bizonyos szavakat papoktól vagy lelkészektől, hogy hát ezt nem szabad, és azt sem szabad, meg így kéne, meg úgy kéne. De lélekből beszélni,
meggyőződésből és megélt szabadságból beszélni kevesen tudnak. Ezért az, amit Isten kínál, az minden, csak nem kívánatos. Nem kívánatos. Pedig lehetne, hogyha valaki most hirtelen megtapasztalnám a bűn öröme után a lélek általi örömöt, és azt a szabadságot, azt mondanám teljesen biztos, hogy én ezt választom. Nem kell nekem a régi. De mivel, hogy a legtöbben nem is tudnak erről, hogy létezik, hogy van igazi öröm, olyan öröm, ami már nem függ sem a pénztől, sem a gazdagságtól, semmilyen bűntől, mivel nem tudnak erről, ezért nem is választják ezt, és nem is kérik. És aki nem kér, az nem kap. Aki nem keres, az nem fog találni. Aki nem zörget, annak nem ítják meg az ajtót, az igazságnak az ajtóját. Ezért mondta Jézus azt, hogy keresetek és találtok is, zörgesetek is, megnyitatik nektek. És boldog az, aki éhezi és szomjaz az igazságot, mert megelégítetik, meg fogja azt látni, és lesz igazi öröme. És akkor nem kell bűnös öröm, olyan öröm, ami másnak szomorúság. Mert ez a baj a mi örömeinkkel, hogy az én örömöm, az én öröme valakinek a szomorúsága. Mert tolvaj volt az én örömöm mindig, és rabló, és emberölő, ahogy mondja Jézus. És ezért nem örökölheti az életet. Mert az életben olyan örömök vannak, ami nem okoz kárt senkinek. De azt fontos lenne megismerni. És annak a jelenlétében elengedni a régi örömöt, azt az örömöt, ami szomorúságot okoz másnak. Ennyi.